Egészen elképesztő hír látott napvilágot, egy hacker csoport 500 millió Facebook felhasználót adatait árulja, vagy árulhatja a sötét weben, és 370 ezer magyar Facebookozó adatait is ott lehetnek. Reményeink szerint itt van velünk Sky kapcsolaton Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Ezt az adatot ezt lehet egyáltalán ellenőrizni, cáfolni, megerősíteni, illetve hogy milyen adatok lehetnek olyan érzékeny adatok, amiket árulnak, és mi egy ilyennek az ára? Alapvetően a hír szerint egy nagyobb adatszivárgásnak az egyik része volt a magyar felhasználókat érintő adatszivárgás. Ez ugye ez a 350 ezer felhasználó, vagy 370 ezer felhasználó, az a magyar Facebookozók nagyjából 20%-át jelenti. És a nyilvánosságra került adatok alapján, ezek alapvetően személyes adatok, nevek, e-mail címek, stb. Jelszavak nem szivárogtak ki, illetve nem a Facebookot érintette a támadás, hanem egy harmadik közvetítő szolgáltatónak az adatbázisából szedték ezeket az adatokat. Az, hogy árulják a sötét webben, ugye így szól a hír, ezt egy picit magyarázza meg nekünk, aki nem foglalkozik ezzel, mi az a sötét web, hogy árulják, mennyiért árulják? Alapvetően az internetnek van egy úgynevezett sötét szeglete, ezt nevezik a Darknet, Dark Webnek. Ez egy Tor nevű protokollon keresztül titkosított, anonim módon hozzáférhető hálózat. Az illegális dolgokat, mint például drogokat, fegyvereket, illetve az így kiszivárgott adatokat jellemzően ott szokták árulni különböző kiberbűnöző, illetve bűnözői csoportok, tekintettel arra, hogy a rendőrség nehezen tudja visszakövetni, vagy éppen egyáltalán nem tudja visszakövetni, hogy kik is álltak a támadások mögött. Hogy éppen mennyi a piaci ára ezeknek a kiszivárgott adatoknak, ez nagyon változó, tehát a konkrét adatbázist, ha jól emlékszem, 30 ezer dollárért kínálták föl, viszont részletekben is megvásárolható kisebb milliós egységekben, ezek lényegesen olcsóbban néhány száz dollárért már megvásárolhatók. Rendben van, van egy ilyen adatállomány. Mire jó ez? Mire lehetne felhasználni azoknak, akik megvásárolják? Alapvetően ezek a személyes adatok a csalásokat segítik nagyban, tehát könnyebben lehet velük mondjuk olyan direkt e-maileket, közösségi hálózat üzeneteket küldeni, melyek megszemélyesítettek, azaz mennyivel egyszerűbb mondjuk a kedves vásárló vagy kedves ügyfél helyett konkrétan a nevén szólítani a tisztelt felhasználót, akiben ezzel lesz egy bizalom, hogy valószínűleg akkor tényleg a saját szolgáltatójától jött mondjuk ez az adott üzenet. Tehát amire föl fogják használni, az jellemzően a célzottabb csalásoknak a kivitelezése. Azt tudhatom-e én, hogy mondjuk az én Facebook profilomat feltörték, és az adatokat ellopták? Tehát ez a 370 ezer magyar Facebookozó, aki ugye, akinek az adatait ellopták és visszaélnek vele, ezt meg tudja bárhonnan? Annyit pontosítanék, hogy nem a Facebook profil törték fel, hanem úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogy amikor mondjuk egy digitális szolgáltatásra regisztrálok, akkor jellemzően ott szokott lenni, hogy regisztráció Facebookkal, regisztráció Google-el, és hogyha arra kattintunk, akkor az adott szolgáltató Google-tól vagy a Facebooktól kéri le azokat a személyes adatokat, amik utána regisztrációhoz kellenek. Ez alapvetően jó is tud lenni, hiszen például jelszavakat külön nem kell az adott oldalon tárolni. Hogy közte vagyunk-e, ezt egyelőre nem tudjuk, hiszen maga az adat bázis nem került nyilvánosságra. Ezt akkor fogjuk majd tudni, hogyha valamelyik biztonsági cég nyilvánosságra hozza legalább egy részét ennek az adatbázisnak, amiben majd tudjuk keresni. Illetve egy oldalt, a haveibeenpwned.com nevű oldal, egy olyan oldal, ahol minden nyilvánosságra hozott, illetve kiszivárgott adatunkat le tudjuk ellenőrizni, hogy ez elérhető-e. Ott egyszerűen beírjuk az e-mail címünket, és látni fogjuk, hogy valaha a történelemben valamilyen szivárgásban érintettek voltunk-e. Akkor, amikor a Facebook megjelent, akkor voltak ezek a használati vagy kisokosok, mondjuk úgy, hogy ne tegyünk fel három képet, hogy ez a nappalink, de most két hétig Horvátországban nyaralunk, mert az ugye veszélyes lett. Azzal, hogy gyakorlatilag iparággá szerveződött ez a dark web, változott-e valamit mindez? Tehát, hogy vannak-e olyan hasznos tanácsok, mi az, amit semmiképpen ne adjunk meg, ne osszunk meg, ne írjunk meg akár a közösségi hálón se? A legfontosabb az, hogy lehetőleg minél kevesebb információt hozzunk létre. Gyakorlatilag nem nagyon tudjuk megakadályozni, hogy amit létrehoztunk egyszer, az a digitális lábnyomunk részévé vált, azutána ne kerüljön el valahova máshova. Tehát törekedjünk a minimumra, ez talán a legfontosabb. A másik pedig az, hogy mindig minden esetben gyanakodni, és egy kis, mondjuk úgy, hogy gyanakvással élni, hogyha kapunk egy olyan üzenetet, amit nem vártunk, ami túl szép, hogy igaz legyen, ezek általában nem is igazak.
De hogyha ha a szavaiból jól veszem ki, akkor itt meg sem kell adni adatokat ahhoz, hogy ezeket az adatokat lehalásszák, mert azt mondta, hogy ha Facebookkal jelentkezik be valaki valahova, vagy ugye lehet Google e-mail címmel, akkor ezt se tegyük, ez nem jó, ezt ajánlani, hogy ezt ne tegyük? Én azt mondanám, hogy ez még mindig jobb, mint amikor külön létrehozunk egy regisztrációt egy általunk teljesen ismeretlennek gondolt oldalon. Talán a legjobb az, hogyha a regisztrációkat úgynevezett eldobható vagy egyszer használatos e-mail címekkel, és hogyha nem fontos, akkor nem valódi személyes adatokkal tesszük meg. Az interneten találhatók olyan generátorok, melyek egy hamis identitást tudnak generálni nekünk. Innentől kezdve, ha ki is szivárog valami, az nem lesz valódi. Nyilván ezt mondjuk egy bevásárlásnál, egy rendelésnél nem feltétlenül tudjuk megtenni, de a legtöbb esetben a weboldalak azért olyanok, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen személyes adatot írunk be, ezeket a személyes adatokat pedig nyilván hamisíthatjuk is, hogyha ennek nincsen más mondjuk úgy probléma ezzel. Ha nézzük az 500 milliót világszerte, 370 ezret Magyarországon, ez mekkora mértékű csalásnak számít, hogyha ezek az adatok valósak? A Facebookon 2,5 milliárd felhasználó van jelenleg nagyjából. Ez azt jelenti, hogy az ötöde, tehát a 20%-a az, aki érintett lehet ebben a történetben. És Magyarországon akkor mennyi is pontosan, mert lehet, hogy én azt a számot félreértettem, hány felhasználója van a Facebooknak Magyarországon? Körülbelül 7 millió, hogyha jól emlékszem, tehát itt is nagyjából egy negyede, 20%-a negyede lehet a kiszivárgott adatok. Hát meg lesz valaha felelős, bocsánat, az ilyen adatlopásoknak szokott bármikor felelőse lenni? A különböző kiberbűnözéssel foglalkozó rendőrségi részlegek hihetetlen sokat fejlődtek az elmúlt években, és a nyomozati technológiák is nagyon sokat fejlődtek, tehát egyre inkább meg szokták csípni azért az ilyen nagyobb kaliberű csalókat. Csak egy nagyon gyorsat tegyük rendbe, mert lehet, hogy tényleg félreértettem, ha 7 millió van és 370 ezer van, akkor az nagyjából az 5%-a az egésznek, tehát egy huszada, nem? De, az 5%. Azt tippelem, ha 7 millió van. Ha 7 millió van és 370 ezret érint, akkor az picit több, mint 5%. Nagyon-nagyon... Elnézést, a matematikai képességeimért így reggel. Én megvillantottam egyet, pedig nem akartam. Nagyon szépen köszönjük, hogy hasznos tanácsokkal. Én meg hozzám tudok szólni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden jót kívánok.